Viola néni mindig is híres volt sütőfőző tudományáról, minden szalafő ismeri a nevét. Bogácsát sütött nekem, nem is akármilyet. Pogácsát gyerekkorától sütöttek, nem? A nagymama is már. Persze. Ugye? A pogács az egy ilyen nagyon régi, tradicionális, magyar, kelt sósétel. Hát igen, meg aztán töpörtyűs, hát ugye télen, amikor igen. volt töpörtyű. Disznóvágás után. Igen, akkor a töpörtyűnek ott maradt az a maradéka, azt ott úgy beleszúrta a liszt közé. Úgyhogy nem, hogy kente, mind, hanem a tésztába. A tésztába, a gyúrt tésztába szokta beleszúrni azt a morzsalékos töpörtyűt. Igen, az acca. 60 deka liszt kell ebbe a pogácsába. De a levegőssége miatt szitáljuk. Hát én meg fogom szitálni. Én a mamától is mindig azt láttam, hogy mindig megszitáltó. Fölfutott az éllesztő. Gyönyörű habos. Beleteszem az éllesztőt. Na, ennek a margarinnak csak a felét teszem bele, mert a másik felével ugye kenem majd. És mióta tetszik margarint használni? Mert régen nem volt margarin. Akkor mindig zsírral csináltuk, de hát meg most vajjal, meg vajjal. Na, ezt mostan itt majd, ezen a deszkán, ezt majd összegyúrom. Ezt a margarint, már elővettem, hogy jó puhullom meg, mert ezzel kenem majd a rétegeket. A rétegeket, igen. Tehát úgyhogy ezzel... visszatérve a réghez, vagy egy kis zsírt, vagy egy kis vajat, nem is olyan kicsit, olyan 20 dekányit, össze kell gyúrni liszttel. Igen, majd, amikor azt itt... Amivel a rétegeket fogja kenni, ugye, Viola? Igen. Na hát ugye, mivel hogy sós lesz, hát sót is teszünk bele jócskán. Na hát meg ide én ebbe a tésztából is szoktam tenni egy kis reszelt sajtot. Valamilyen kemény sajtot, amit lehet reszelni. Hát igen, trapista. Hát mi magyarok trapistát szoktunk trapistát. Két kanál és tejföl. És egy két kanálnyi tejföl, hát vagy majd meglátom, vagy, hogy veszi össze, hogy veszi. Hogyha nem tudom. Áll össze, akkor még igen, tejfölt igen, ad igen, hozzá. Akkor még tejfölt. És a só, igen. Most ezt meggyúrom, és akkor egy kicsit hagyom, hogy kelljen. Kicsi lisztet kell, hogy tegyek hozzá. Viola néni sem tud minden arányt pontosan megadni, viszont a kezeivel pontosan érzi, mikor jó a tészta állaga. Szép mozdulatai vannak. Nem mindenki dagaszt szépen, vagy gyúr szépen. De gondolom ugyanígy gyúrt az édesanyja és a mama is. Hát. A mama főzött, amíg tudott, aztán utána akkor már én kezdtem. Na, bocs, most ezt egy kicsit hagyom, hogy pihenjen, és akkor összegyúrom azt az akármit, és akkor elnyújtjuk. De azért azt látom, Viola néni nagyon szép asszony lehetett. Biztos kelendő volt. Megnézed? Meg én. Ennyire tudtam. Most is olyan szép, hogy ott annyira tudtam, hogy nagyon szép. Szép, ja Istenem, hun vagyok én ma a szép, hogy 73, már mindjárt betöltöm a 73. Nem eztől függ. Nézd meg, milyen gyönyörű. Viola néni ragaszkodik szalafői otthonához. Elmondása szerint még a szomszéd faluba se költözne át. Új, szép nagy buborékok vannak. Jó a tészta. Na most akkor megkenjük vele. Felét kenni bele? Hát háromszor hajtogatom, akkor és akkor igen. Hát, nagy dábú.
Na, most akkor lehet, majd még kétszer mennyi megkenjük, hogy meghajtogatjuk. Kicsit hagyjuk, hogy pihenjen, elnyújtom, aztán már is szaggatjuk. Addig reszelek le még sajtot a tetejére. Most elnyújtjuk, aztán berácsosszuk, aztán mehet a tepsibe. Én egyedüli gyerek voltam, de én a tojás pénzből éltünk, semmi másból. A konyha a tojás pénzből volt kügazdálkodva, amit a mama kapott tojásért. Hányszor egyedüli voltam, hányszor figyeltem, mikor gyütfő itt a parton, na ugyan, hát kapok egy kis csokit. 40 fillér volt ez a gránit csoki, még élet nem felejtem el. Mama nem hoztál nekem egy csokit, nem? Mert Spórunyikő, gyomról lehet Spórunyi házról, 60-ban új ház épül. 1960-ban épült ez a ház. Ekkora csokit nem kaptam. Ez így volt. Na, most meg mi van a mostani gyerekeknek? Na, úgyhogy. Aztán most mondják, hogy rossz világ van. Most nincs rossz világ, szerintem. Cézárnak is kéne, úgy nézem. Hát, hogy ne kéne? Tudod, hogy hogyan szereti? Hát egyet biztos kaphat. Hát hogy ne kapna? Hát hogy ne kapna? Tessék, kiskutyám. Gyönyörű lett. Pedig hát csak kétszer volt hajtogatva. Lehetne háromszor, négyszer is, de így is ugyanolyan finom.